Reszeller, ott a Hanich Péter, meg is kapja. Rá is lehet lőni, Peti. Igen! Gól! Na végre! Na végre! Több tízezren örültek ennek a találatnak 1984-ben a Manchester United ellen. Hanich Péter szerezte az angol csapat ellen a második etós találatot. Aztán 2-2-re végződött a mérkőzés. Most azonban más területen van szükség a korábbi gólgyárosra. Úgy képzeljük el a jövőben az első csapatnak a működtetését, hogy a szakmai feladatok és a játékos állomány kialakítása sportigazgató feladata. A sportigazgató kap egy keretet, amivel a játékos állomány kialakítására fókuszálhat. Ez csak a munkabére vonatkozik, minden egyéb dolog természetesen rendelkezésre és biztosításra áll. Vázolta fel Sós Imre, az Eto ügyvezetője, mikor bejelentette, Hanich Péter tölti be a jövőben az Eto sportigazgatói posztját. A szerződése júniustól köti a zöld-fehér klubhoz, de már a napokban munkába áll, hiszen komoly tervekkel érkezett haza. Csak az a futballista maradhat itt, aki azzal a felfogással, azzal a gondolkodással, azzal a filozófiával, amit én játszottam játékosként és edzőként vallok, azzal tud azonosulni. Azok a játékosok, akik ezzel nem tudnak azonosulni, azért azt gondolom, ezben a zöld-fehér, mert nem hiszem, hogy szívesen viselnék, és én sem láttam szívesen őket a pályán. Az újonnan kinevezett szakember szeretné, ha látná a közönség, hogy egy fejlődési folyamaton megy át a csapat. Az akadémia itt van, olyan sok fiatal tehetséges játékos van, és láttam a tavalyi évben őket nagyon sokszor játszani, akikből meríteni kell lehetőséget és be kell építeni az első csapatba. Nagyon fontos azok, hogy érezzék ők is azt, hogy milyen klubban játszanak, milyen múlttal rendelkező klubban játszanak, és ennek megfelelően tulajdonképpen tudják olyan szintet produkálni, ami későbbiekben tényleg a csapatot, én is azt mondom, mint az elnök úr mondott, hogy az NB1 felé viszi. Tavaly októberben volt ilyen utoljára, hogy felhördült a közönség a stadionban. Most hétvégén azonban újra fogadnak nézőket a hazai rendezésű meccseken a klubnál. A belépés csak védettségi igazolvány és személyi igazolvány felmutatásával lehetséges valamennyi találkozóra. Egy jótékonysági akcióhoz is csatlakozik az együttes. Egységesen 1000 forintba kerül majd a belépőjegy az NB2-es bajnokira. Szerettünk volna ingyenessé tenni a mérkőzést, de a mai Kisalföldben megjelent egy kezdeményezés a Csornai elnök részéről. Áder János köztársasági elnök és a felesége létrehoztak egy alapítványt. Ha jól tudom, a Covid-ban árván maradt gyerekek megsegítésére, és az Eto FC is csatlakozna ehhez a kezdeményezéshez. A mérkőzés teljes bevételét felajánljuk az alapítványnak. Hogy milyen célokat tűz ki a következő idényre a szakvezetés, az egy nyár közepére tervezett tájékoztatón derül ki.